minősítésnek a megszerzése, hogy fenntartható hely lettünk, ez egyrészt egy törekvést. Jó néhányan a menedzsmentből így élünk, hogy eleve a hétköznapjainkban is odafigyelünk ezekre a dolgokra. Az étterem számára pedig ugye ezt megpróbáljuk azt a gondolkodásmódot, mindig azt gondolom az a legfontosabb átadni a többi ember számára is, hogy ne csak akkor történjen valami, amikor valami jutalom jár érte, hanem ez beépüljön a mindennapokba. Tehát, hogy mondjuk, ha kijönünk egy helységből, akkor kapcsoljuk le a villanyt, szóval ezek ilyen nagyon alapvető dolgok, és most már szoktam mondani, hogy ahhoz nem kell nekem ott lenni, hogy valaki ezeket meg tudja csinálni, és azt látom, hogy a srácok meg a kollégáim egyre inkább odafigyelnek ezekre az apróságokra, ami így egy étterem esetében, ami 363 nap nyitva van egy évben, és nagyjából ugye reggel 8 órától vagy 6 órától egészen évfélig jelen vagyunk, ezek jelentős anyagi dolgok is, aztán óvjuk vele a környezetet. Szelektív hulladékgyűjtés és ezekből fakadó dolgok, ezek egészen könnyen végigvihetőek voltak, ez nagyon könnyen is találtunk egyébként az elszállításhoz és minden egyéb dologhoz kapcsolatokat, partnereket, illetve cégeket, akik ebben foglalkoznak. A fertőtlenítés és a konyhai tisztítószereknek a tekintetében ugrottunk egy nagyot. Az étlapon szereplő húsaink közül például minden egyes típusú hús, a csirke, a fürj, a bárány, a marha, mindegyik direkt termelőtől érkezik. Ezekre nagyon büszkék vagyunk, ez nagy munka egyébként. A rendelés leadásokban, a partnerek megkeresésében, de azt látjuk, hogy érdemes rááldozni, mert hogy igazából egyszerűen az ember észreveszi a jót, tehát hogy azt meg fogja tudni, megtapasztalja, hogy mi a jó, utána megérzi, hogy mi a nem jó. Direktbe én így ritkán kapom meg ezt, hogy most nagyon-nagyon örülünk annak, hogy itt minden fenntartható, viszont azt gondolom, hogy a választás esetében, amikor eldöntik, hogy hova menjenek étterembe, akkor ez fontos. A Larus étteremnek van egy rendezvényes oldala, és a partnereink számára egyre fontosabb, hogy ezt a zöld irányt, ezt hol tudják, amit egyébként a cégükbe is elvárnak, hogy kövessenek, ezt maga a rendezvényes helyen is elvárják, hogy így történjenek a dolgok. Az utolsó partnerparti, amit már rendeztünk, az teljesen a zöld jegyében zajlott.